Következőkben Novácki Szabolcs, a Nokia senior kutatómérnöke egy olyan világba kalauzol el minket, ahol csak azt kell megfogalmazni, hogy pontosan mit szeretnénk, a hogyant pedig megoldja a hálózat. Bármilyen futurisztikusan is hangzik ez, ez bizony már a jelen, hiszen az előadásban bemutatott rendszer képes arra, hogy emberi nyelven megfogalmazott igények alapján önállóan hajtson végre változtatásokat egy valódi 5G hálózatban. Kérdezni tehát a megszokott felületen tudtok, és fogadjátok szeretettel Novácki Szabolcsot. Sziasztok! Egy történettel kezdeném. Pár hete elmentünk a kollégákkal ebédelni, és ebéd közben hát egy csomó téma felmerült. Köztük érintettük az aranymetszést is. Ne kérdezzétek, hogy miért, nem emlékszem. Ebéd után visszaballagtunk az irodába, és hát jó munkás emberhez híven még egyetlen szívdobbanásnyi időre szerettem volna késleltetni a munka újbóli elkezdését, ezért elővettem a telefonomat, megnyitottam a közismert közösségi háló alkalmazását, és mit gondoltok, miről szólt a legelső bejegyzés? Az aranymetszésről. Tegye fel a kezét, akivel már ilyen megtörtént. Bátran. Na ugye. Akkor felmerül a kérdés, hogy vajon miért akarunk mi olyan hálózatokat, amik értik az emberi nyelvet, amikor a nagy testvér már így is mindent hall. Nos, mi nem közösségi hálózatokkal foglalkozunk, mi számítógépes hálózatokkal foglalkozunk, és azt szeretnénk, hogy egyszerű, intuitív módon megfogalmazott, emberi nyelven megfogalmazott utasításokkal tudjunk komplex számítógép hálózatokat irányítani. Fogtuk a természetes nyelv feldolgozás módszereit, és összekombináltuk a hálózati technológiákkal, és így létrehoztunk egy olyan rendszert, amit Natural Language Networknek hívunk, azaz olyan hálózatnak, ami érti az emberi nyelvet. Ebben, ahogy a hölgy mondta, csak azt kell megfogalmazni, hogy mit szeretnénk, bár ez néhány ember számára néha elég nehéz, és a rendszerre rábízhatjuk azt, hogy hogyan valósítsa meg ezt a kérést. Egy ilyen rendszer prototípusát hoztuk létre itt a BME működő kísérleti 5G hálózatban, amit a Nokia üzemeltet. És ez a hálózat jelenleg arra képes, hogy emberi nyelven megfogalmazott kérések, igényeket megértsen, és ez alapján módosítsa a hálózat működését, vagy akár teljesen új, eddig nem létező szolgáltatásokat hozzon létre. Ugye azt mondtam, hogy irányítani szeretnénk a hálózatot. A hálózat irányítás feladatkörét és az ehhez szükséges eszközöket összefoglalva a network managementnek, hálózatkezelésnek hívják a mi szakmánkban. Ez jelenti a karbantartást, hibajavítást, optimalizációt, szoftverek telepítését, frissítését és ehhez hasonló dolgokat. Milyen kép él a fejetekben egy olyan mérnökről, aki ezzel foglalkozik? Hát valami ilyesmi, gondolom. Rengeteg monitor, rengeteg megnyitott konzolablak, szegény mérnök bal kezénél összegyűlik néhány kávéspohár, jobb kezénél meg ott vannak a kezelési útmutatók, használati utasítások, és próbálja kitalálni, hogy mi a túró volt az a jelző, amit legutóbb beállított ahhoz a szerverhez. Sajnos nem áll túl távol a valóság ettől a képtől, és mi az ő munkájukat szeretnénk azzal megkönnyíteni, hogy ahelyett, hogy arra kelljen emlékezni, hogy hogyan is kell pontosan konfigurálni egy routert vagy egy switchet, azt kell csak megfogalmaznia, hogy mit szeretne, milyen működést vár el a rendszertől. Az emberi nyelv az egy csodálatos rendszer, mondhatni, hogy az emberiségnek a legjobb találmánya. Segítségével meg tudjuk fogalmazni a gondolatainkat, érzéseinket, vágyainkat.
a lehető legapróbb részletig le tudunk vele írni mindent, amit szeretnénk. Viszont biztos ti is ismertek olyan rendszereket, ahol szövegekből, vagy rövid szöveges kérésekből egy további szövegeket, vagy képeket, vagy videókat lehet generálni. Na most bármennyire is kifejező az emberi nyelv, ezeket a rendszereket nem úgy használjuk, hogy egy kis regényt írunk a rendszernek, ahol leírjuk minden egyes apró részletét annak, hogy pontosan milyen képet szeretnénk, hanem egy rövid, tömör, szöveges üzenetet, vagy szöveges utasítást használunk. Vegyük a képgenerálás példáját. Én pár napja beírtam ezt az egyik ilyen képgeneráló szoftverbe, tehát hogy egy őrült egér tudós szeretne égő, vagyis hogy égő anyagokat mixel össze. És ezeket az eredményeket kaptam. Látjátok, hogy nagyjából mindegyik megfelel annak a megfogalmazott utasításnak, amit átadtam a rendszernek, és hogyha 100 vagy 1000 ilyet generáltattam volna, azok is nagyjából ugyanennyire lettek volna jók. Tehát itt azok a rövid szöveges utasítások, promptok abszolút megfelelnek a rendszernek, hiszen a meg nem határozott részleteket, azokat kitölti a saját tudásbázis alapján. És az esetleges hibák sem okoznak túl nagy gondot, mert mivel hogyha annak az egérnek, nem tudom, zöld a kabátja, vagy a kémcsövek éppen a levegőben úsznak, és megszegik ezzel a fizika törvényeit. Számítógép hálózatoknál, és úgy általában gépeknél viszont ezt a fajta szabadságot nem engedhetjük meg magunknak. A gépeknek pontos utasításokra van szükségük. Ezért az ilyen rendszerekben számítógépes nyelveket használunk. Programozási nyelveket, script nyelveket, vagy összefoglaló néven úgynevezett formális nyelveket. Ezeknek a segítsége, mivel hogy az eszközkészletük olyan elemekből áll, amelyeknek a jelentése pontosan meghatározott, összeállíthatunk a számítógépek számára egy olyan utasítás halmazt, ami pontosan megmondja, hogy hogyan működjenek. Persze az emberi nyelvekkel ellentétben a számítógépes nyelvek sokkal kevesebb ember számára elérhetők, sokkal kevesebben tudnak programozni, jól programozni meg még annál is kevesebben tudnak. Ezért gondoljuk azt, hogy egy jó ötlet az, hogy a számítógépek kezeléséhez mégiscsak az emberi nyelvet tudjuk használni. Viszont, ha meggondoljátok, itt a valódi probléma, vagy az igazi probléma az, hogy hogyan jutunk el az ilyen módon rövid szöveges utasításokból egy olyan utasítás, pontos, exakt utasítás készletig, ami feldolgozható a gépek számára. Most egy ilyen rendszer, hogy képzeljük el a felületet? Ez valójában egy ilyen chatbot jellegű felület. Bejelentkezik a felhasználó, köszön, a rendszer visszaköszön, jó esetben. Aztán a felhasználó megfogalmazza azt, hogy őt mit szeretne. Mivel egy egyetemen vagyunk, és ez egy egyetemi tanár, aki bejelentkezett a rendszerbe, azt mondja, hogy szeretne egy online prezentációt tartani. Ebben a kísérleti hálózatban nem elérhető ez a szolgáltatás, ezért a rendszer kikeresi azt a lehetséges szolgáltatást, ami ezt az igényt a legjobban kielégíti. Ebben esetben az a Remote Lecture Service. Ha ez a felhasználónak megfelel, akkor elfogadhatja, esetleg még azt definiálhatja, hogy hol és mikor legyen elérhető ez a szolgáltatás, és a rendszer telepíti. Ugye ez az, amit nagyjából felhasználó élményként elvárunk egy ilyen rendszertől. De azt azért érezzük, hogy itt a háttérben sokkal több minden kell, hogy történjen. És igazatok is van, mert a rövid, szöveges, tömören megfogalmazott utasítások értelmezése az itt csak a jéghegy csúcsa, kell még valami más is, hogy eljussunk az exakt programkódig. Ezt a kettő, legalább két komponens kell. Az egyiket úgy hívjuk, hogy szemantikus vagy jelentés alapú modellezés, a másikat pedig
úgy lehetne talán lefordítani, hogy a hálózati szolgáltatások igényvezérelt összekapcsolása kompozíciója. Van egy japán közmondás, vagy kínai, már nem emlékszem, hogy a halász hálója arra való, hogy kifogja a halakat. Hogyha megvannak a halak, akkor már nincsen szükség a hálóra. Ugyanígy a szavak azok a jelentés hordozói. Hogyha már tudjuk a jelentést, elfelejthetjük a szavakat. És érdekes módon a szemantikus vagy jelentés alapú modellezésnek ez az alapötlete. De mielőtt a szemantikus modellezéshez eljutnánk, meg kell beszélnünk, mi az a szemantikus beágyazás, semantic embedding, jelentés alapú beágyazás. A beágyazás rész az talán, hogyha foglalkoztatok machine learninggel, mindenki számára világos, van egy szemantikus beágyazó modellünk, és ez szövegekhez számokat rendel, ennyire egyszerű. A szöveg lehetnek szavak, lehetnek mondatok, egész bekezdések, vagy akár teljes könyvek is. Na de ettől még nem lesz szemantikus vagy jelentés alapú a beágyazás, mert akár random rendelhetnék számokat ezekhez a szövegekhez, vagy sorban egyenként 1-től 1 millióig megszámozhatnám őket. Mitől lesz ez szemantikus? Hogyha az oroszlán és a majom szavakat ilyen módon beágyazom ebbe a numerikus térbe, akkor azok kapnak egy-egy számot. Hogyha most a tigris szót szeretném beágyazni, akkor mivel ez egy jelentés alapú beágyazás, vagy értelem alapú beágyazás, ezért azt várjuk el, hogy a tigrishez rendelt szám az oroszlánhoz essen közel, és ez valóban így is van, ettől szemantikus a beágyazás. Hogyha én most az ember szót helyezném el ezen a számegyenesen, az valószínűleg a majomhoz esne közelebb. Néhány emberé lehet, hogy talán túl közel is. Tehát értjük, mi az a szemantikus embedding. Mire tudjuk ezt használni? Hát például keresésre. Hogyha egy egész könyvtárnyi irodalmat az állatvilágról ilyen módon mondjuk úgy digitalizálunk, vagy beágyazunk, akkor kapunk egy szemantikus modelljét ennek a tudásanyagnak, és hogyha ebben a macskaféléket szeretném megkeresni, akkor létrehozom annak is a beágyazott verzióját, és megkeresem, hogy milyen más korábban látott bejegyzésekhez esik ez közel, és nyilván a tigris és az oroszlán és más macskafélék lesznek ehhez közel. Na de mi nem az állatokkal akarunk foglalkozni, hanem számítógépes hálózatokkal. Mit teszünk? Fogjuk a hálózat képességeinek leírását, ez is egy több könyvtárnyi irodalom lehet, és ebből készítünk, vagy ennek készítjük el egy beágyazott, szemantikusan beágyazott modelljét. Hogyha ebbe a modellbe küldjük be a mi professzorunknak a kérdését, miszerint szeretne egy online prezentációt tartani, akkor a rendszer kikeresi a hálózat képes, vagy a rendszer képességeinek azon halmazát, amik szemantikusan illeszkednek ehhez a kéréshez. Ezek viszont, ahogy itt a puzzle-ön is látszik, ez a puzzle nincs még kirakva. Ezek csak lehetséges darabjai a rendszernek. Nincsenek konfigurálva, nincsenek összekötve. Tehát a következő lépés ennek a feladatnak a megoldása. Ez az igény alapú szolgáltatás vagy rendszer kompozíció. Ez egy iteratív módszer. A rendszer kipróbál egy csomó lehetőséget, egy csomó módon összekapcsolja ezeket a puzzle darabokat, egy csomó konfigurációt állít be rajtuk, és mindegyiket leteszteli, hogy mennyire illeszkedik az eredeti kéréshez, vagy mennyire jól lehet egy olyan szolgáltatást ezekkel összeállítani, ami kielégíti az eredeti igényt. És ezek közül a legjobbat kapja vissza a felhasználó. Ez már egy exakt, pontos utasítás halmaz, amit át tudunk adni a network, a hálózat management rendszer részére. Lekerül ez az exakt, pontos utasítás halmaz a hálózat managementhez, fogja a szükséges komponenseket, telepíti a szükséges szoftvereket, létrehozza a szükséges összeköttetéseket, routerekben IP táblákat konfigurál,
egyéb konfigurációs paramétereket állít be, és végül aktiválja ezt a szolgáltatást. Tehát mi is van nekünk eddig? Van egy olyan ember-gép interfészünk, ahol rövid szöveges utasításokat tudunk megfogalmazni. Ez a szemantikus modellen keresztül és a hálózat képességeinek igény alapú vagy igényvezérelt összeállításán keresztül eljut a hálózat menedzsment rendszerig, ami telepíti az összeállított szolgáltatást. Ahogy mondtam az elején, itt a BMM működő teszthálózatban mi létrehoztuk egy ilyen rendszernek a prototípusát, és most normál esetben az következne, hogy bejelentkezek ennek a így néz ki a hálózat. Van egy északi szolgáltatási terület, van egy szolgáltatási terület, ami a Q-épületet fedi le, és van egy olyan szolgáltatási terület, ami itt az I-épületben működik, ahol jelenleg is tartózkodunk. Van három cloud szerverünk, ezen futnak az 5G rendszernek az alkotó elemei, és ezekre tudjuk telepíteni a kívánt szolgáltatásoknak az építő elemeit, és 52 bázisállomás szolgáltatja a rádiós lefedettséget. És igen, hogyha nem itt és most lennénk, akkor bejelentkeznék erre a felületre, és megmutatnám nektek valós időben, hogy hogyan lehet viszonylag rövid szöveges utasítások alapján komplex szolgáltatásokat telepíteni egy ilyen rendszerbe. Ez most sajnos nem lehetséges, úgyhogy helyette gondoltam eljátszunk egy szemantikus keresést, egy szemantikus összerendelést. A jobb oldalon látjátok a lehetséges szolgáltatásokat. Ezek persze csak a szolgáltatások vagy képességeknek a címei. A szemantikus beágyazott modellben ennél sokkal bővebb leírásokat digitalizálunk. A bal oldalon pedig láttok néhány példát arra, hogy milyen igényeket lehet megfogalmazni egy ilyen rendszer számára. És ugye, ahogy most már tudjátok, hogy az első lépés az, hogy az ilyen rövid promptokat hogyan rendeljük hozzá a lehetséges szolgáltatásokhoz. Hogyha megcsináljuk ezt a szemantikus összerendelést, akkor ez az eredmény. Tehát például felhívnak engem, mint a hálózat üzemeltetőjét, hogy a BMI épületben a légkondicionáló rendszert javítani fogják. Én ezt tudom, hogy valószínűleg valamilyen hatással lesz mondjuk a szerverterembe, a szerverek hőmérsékletére. Beírom ezt a rövid promptot a mi felhasználói felületünknek, és az visszaadja nekünk azt a szolgáltatást, ami azt biztosítja, hogyha egy szerver túlmelegszik, akkor bizonyos komponenseket átrak egy másik, kevésbé túlmelegedett szerverre. De ugye az előbbi professzorunk példája is, vagy ő is többféleképpen fogalmazhatta volna meg azt az igényét, hogy szeretne egy online prezentációt tartani. Mindkét esetben a multimédia lecture szolgáltatáshoz jutott volna. És ezzel el is érkeztünk az előadás végéhez, és mindjárt jöhetnek a kérdések, ha vannak. De egy történettel kezdtem, és egy másikkal szeretném befejezni. Egy ilyen előadásra mindig úgy készülök fel, hogy keresek valakit, vagy éppen találkozok valakivel, akinek elmondhatom, és letesztelhetem rajta, hogy mennyire jól működnek mondjuk a poénok. És pár napja találkoztam is egy régi barátommal, és kérdeztem, hogy elmondhatom-e neki. És mondta, hogy persze. El is mondtam, nagyjából így, ahogy most nektek. És aztán kérdezem, hogy van-e kérdés. És ráncolja a szemét, gondolkozik, rám néz. Te, a Nokia még létezik? Igen, ezt a kérdést nem tehetitek fel, mert most már tudjátok a választ, és azt is tudjátok, hogy olyan hálózatokkal foglalkozunk, vagy olyan hálózatokat építünk, amik értik az emberi nyelvet. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az előadást. Meg is érkeztem a kérdésekkel, és dicséret jár a közönségnek, senki nem kérdezte meg, hogy a Nokia létezik-e még.
Az első kérdés így szól, hogy jelenleg milyen korlátai vannak az ilyen rendszereknek? A fő nehézséget nem a szemantikus összerendelés jelenti, nem az, hogy a rövid kis promptokból megtaláljuk a megfelelő szolgáltatást, hanem az az iteratív keresés, mondjuk úgy, ami ezekből a puzzle darabkákból összerak egy működő szolgáltatást. Ez jelenleg úgynevezett digital twinekkel, digitális igetestvérekkel működik. Ezek valójában a komponenseknek egyfajta machine learning alapú szimulátorai, és akkor ezeket tudjuk egyfajta ilyen homokozó rendszerben összeállítani, és letesztelni, hogy mennyire jók. Ez a része még rengeteg fejlesztést igényel. Köszönöm szépen. Egy következő kérdés, hogy milyen területeken lehetne alkalmazni az olyan hálózatokat, amelyek képesek emberi nyelven megérteni az igényeket? Hát elsősorban, ugye, mivel emberi nyelven fogalmazhatók meg az igények, ez azt jelenti, és látjátok, hogy nem technikai megfogalmazások voltak ezek, nem olyanoktól jöttek ezek a megfogalmazások, akik valószínűleg hálózathoz értő mérnökök, hanem halandó emberek. Tehát azzal, hogy lehetőségünk van emberi nyelven irányítani hálózatokat, ezzel arra is van lehetőségünk, hogy kiterjesszük a hozzáférési felületet, amivel a rendszert lehet irányítani. És például olyan szolgáltatásokat tudunk kiajánlani az előfizetőinknek, amiket amúgy viszonylag bonyolult módon lehetett eddig konfigurálni. Akkor igazából ez megkönnyíteni a felhasználóknak a különféle programok és szolgáltatások használatát? A rendszer összes felhasználója számára, és nem csak azok számára, akik a telefonnal telefonálnak, hanem a mérnökök, és a teljes stack felhasználói számára ez megkönnyíti a munkát. Azt ugyan nem kérdezte meg senki, hogy a Nokia létezik-e még, viszont azt megkérdezték, hogy milyen érzés a Nokia-nál dolgozni? Hát szuper. Például ilyen előadásokat tartatok. Szuper. Egy következő kérdés, hogy milyen kihívásokat kell még megoldani ahhoz, hogy a hálózatok teljes mértékben megfeleljenek az emberi nyelvű kommunikációs igényeknek? Jó hosszú kérdés. Igen. Hogy milyen kihívásokat kell még megoldani ahhoz, hogy a hálózatok teljes mértékben megfeleljenek az emberi nyelvű kommunikációs igényeknek? Hát ez igazából az első kérdésre adott válaszom, erre is megadja. Tehát mivel ezek a röviden megfogalmazott utasítások abszolút nem tartalmazzák az összes lehetséges részletet, tehát ezekből a rövid és egyáltalán nem feltétlenül exakt megfogalmazásokból kell eljutnunk oda, hogy gépeket irányítsunk. És ez a fajta idáig eljutás, ez egy nehézség. Köszönöm. Egy következő kérdés, hogy milyen hatással lehetnek az ilyen típusú hálózatok az emberi élet különböző területeire? Hát ez egy jó kérdés. Mondjuk vegyük ennek a professzornak a példáját. Ugye jellemzően, mert azt mondjátok, hogy online prezentációt mondjuk egy Teams-el vagy egy Google Meet-el is lehet tartani. Csak ugye ez úgy működik, hogy ezekhez a szolgáltatásokhoz tartozó erőforrásokat folyamatosan lefoglalják az említett vállalatoknak a szerverei. Most ebben az esetben, mivel ez egy kicsi 5G-s hálózat, itt nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy folyamatosan ezek az erőforrások legyenek foglalva. Hanem azt szeretnénk, hogy csak ott és csak akkor legyenek elérhetők, amikor azt mi szeretnénk. Ugye alapvetően egy egyetemi tanárnak valószínűleg folyton fel kéne hívnia a hálózat üzemeltetőjét, hogy te 11-től van egy előadásom az IB28-ban, léci, legyen már lehetőség online csatlakozni. Ehelyett ő bejelentkezik a rendszerbe, beírja, amit szeretne, mikor és hol szeretné, és ott van neki akkor is, amikor ott is, amikor szeretné ez a szolgáltatás. Tehát egészen egyszerűen így tudja megváltoztatni egy ilyen rendszer, hogy többek számára, kevésbé hozzáértő emberek számára is könnyen elérhető.
Igen, azért ez eléggé megkönnyíti így az emberek munkáját, hogy nem kell mindig mást felhívni, hogy megoldja a problémánkat akár. Érkezett még egy olyan kérdés is, hogy az embedding szolgáltatás specifikussága miatt ez saját fejlesztés, vagy három fél szolgáltatja? Hú, ezt elmondod még egyszer, bocsánat. Igen, hogy az embedding szolgáltatás specifikussága miatt ez saját fejlesztés? Ja, saját fejlesztés, saját, abszolút saját fejlesztés. Itt azért nem egy sima szemantikus embeddingről van szó, tehát emögött van egy úgynevezett dependencia modell, ugye tudnunk kell azt, hogy melyik szoftvermodulok melyikekkel kell kapcsolódjanak, és maga a keresés sem egy ilyen one-shot keresés, hanem az is egy iteratív folyamat. Egy szoftvermodul ugyanígy keresi ki a neki szükséges almodulokat, és így tovább. Tehát ez abszolút saját fejlesztés. Köszönöm szépen, és végül egy utolsó kérdés. Itt valakinek, nem tudom, ez a mániája, valakinek nagyon tetszenek a PPT-k. Ma már volt téma az egyik előadásnál, hogy hogyan készült valakinek a PPT-je, és ezt tőled is megkérdezték, hogy mennyi idő volt elkészíteni az előadásodat. Hát ha ezt így, ahogy most láttátok, elsőre megcsináltam volna, akkor mondjuk egy nap. De ennek az előadásnak volt egy, nem tudom, 25 verziója, sokkal bonyolultabban elmagyarázva mindent, amit most próbáltam leegyszerűsíteni, úgyhogy egy ilyen jó kéthetes munka. Nem napi 8 órában, mert azért mást is csinálok, de úgy ez egy alkotási folyamat igazából, hogy hogyan tudod úgy átadni jó szlájdokkal megtámogatva, nem teleírva betűkkel, és hogy de mégis a gondolatmenetet jól kövesse, ez egy... De én nagyon szeretem csinálni például. Szuper, köszönjük szépen. Köszönjük az előadást, és a válaszokat is. Sziasztok!